Magyarország és a magyar nemzet figyelő közönségének jelenthetem, hogy a trianoni diktátum 100. évfordulója alkalmából vállalt kötelességeinket teljesítettük. A 100. évet a nemzeti összetartozás évének nyilvánítottuk. A megemlékező ünnepségekre méltó rendben sort kerítettünk, habár a járványveszély a teljes felsereglést lehetetlenné tette. Az évszázad tanulságaival, az országvesztés leckéjével a magyar tudós társadalom, a magyar kulturális élet képviselői, az elszakított területeken élő magyar közösségek, egyházaink és a magyar politikai élet színe java élén az országgyűléssel szembenézett és számot vetett. A számvetés odavitt bennünket, hogy kihirdessük a trianoni 100 év magyar magányának korszakának lezárását, és kimondjuk, hogy Csehszlovákia, Jugoszlávia és Szovjetunió szétesése után mi magyarok vagyunk a Kárpát-medence legnépesebb és legnagyobb gazdasággal rendelkező országra, és végre megértsük, hogy ebből kötelességek fakadnak, melyek elől nem bújhatunk el. A 100 év tanulságait oly súlyosaknak és messzehatóknak éreztük, melyek elől ki nem térhettünk. Ezért kihirdettük az új korszak nemzeti politikájának 7 törvényét, majd legjobb tudásunk szerint felmérve az előttünk álló évtizedeket, bejelentettük a szuverenitásra, szabadságra és közös érdekre alapozott közép-európai összeszerveződésben való érdekeltségünket és részvételi szándékunkat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt emlékezők! 100 évvel a világháborús vereség és a trianoni diktátum után ma a túlélés bajnokaiként állunk az európai történelem színpadán. Nincs a világnak egyetlen nemzete sem, amely kibírt volna ilyen 100 évet. És erről az évszázadnyi magaslatról most olyan erővel kell szólnunk, amely elhallatszik az utolsó magyar falu utolsó házáig, sőt azon túl is, a Kárpát-medence legtávolabbi zugáig, sőt azon is túl, messze földrészekig, ahol még magyarok élnek. Azt kell szétkürtölnünk, hogy Magyarország nem csak túlélt, nem csak megmaradt, de zászlóit ismét magasba emelve, önbecsülését visszanyerve, nagy idők kapujában és győzelemre áll. Magyarország biztos otthon, mely visszavár mindenkit, aki része akar lenni a nagy korszakainkat megidéző országépítésnek. Azt kell szétkürtölnünk, hogy 100 verejtékes év árán végre megértettük, a magyarok soha többé nem engedhetik meg maguknak a gyengeség luxusát.